Elsőként a Váci Mihály Kulturális Központ házatáján nézünk szét, hogy ott milyen lehetőségeket várnak, illetve milyen lehetőségek várnak majd ránk a következő hetekben. Mészáros Szilárd a ház igazgatója a vendégünk. Jó estét kívánok! Tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy nem csak a kórusok városa leszünk lassan, hanem a színházaké is, ugye hiszen több helyszínen van lehetőség a nézőknek itt Nyíregyházán színházi műsorokat, előadásokat nézni. Többek között a Kulturális Centrum is alkalmas, hiszen fantasztikus most már az előadó terem. Ebben az évben gondolom, hogy kihasználjátok a lehetőségeket. Jó estét kívánok én is a kedves nézőknek, szervusz! Természetesen, hát erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a Agora felújítás óta a színháztermünk minden igényt kielégít, tehát olyan produkciókat tudunk elhozni Nyíregyházára hozzánk, ami azelőtt szóba se jöhetett volna. És azt kell mondjam, hogy a nyíregyháziak, illetve a környékbeliek nagyon megszerették intézményünket, programstruktúránkat, egy kicsit hadd dicsekedjek. 2018-as évben megközelítettük a 500 000 látogatószámot, illetve a szolgáltatásainkat igénybevevők számát. Hát ez országos szinten is kiemelkedőnek számít, nem sok város, illetve kulturális központ dicsekedhet vele. Hát nagyon örülünk, hogy Nyíregyházán ez ilyen sikeres a kultúra, és hát úgy gondoljuk, hogy évekkel ezelőtt is megpróbáltuk fölmérni az igényeket, hogy mit szeretnek a nyíregyháziak, illetve a Szabolcs megyeiek, és mi ezeket a dolgokat elhozzuk ide, el tudnak hozzánk jönni. Nagyon fontos számukra minden korosztályt megcélozzunk, ez is sikerrel jár, tehát a legkisebbektől a szépkorúakig mindenkihez szólunk, és nagyon szeretnek bennünket. Lehet, hogy ez szerénytelenül hangzik, de tényleg a látogatottság, illetve a bevételeink is ezt mutatják. Kezdeném is azzal, hogy ugye a legkisebbeket említettem az előbb, és a legközelebbi programunk vasárnaponként vannak családi matinéink. Most vasárnap 27-én 11 órától a Napraforgó Meseszínház látogat el hozzánk. Alice Csodaországban című, azt hiszem, hogy nagyon népszerű klasszikus mesével. Ugye ezek a mesejátékok élőszereplősek, tehát ez nem bábszínház, Budapestről érkezik ez a színész gárda. Jártak már többször nálunk, általában nagy sikerrel. 11 órától kezdődik, és előtte, illetve utána az elmaradhatatlan ingyenes kézműves foglalkozás játszóház, ami szintén nagyon népszerű egyébként a gyerekek és családok körében. Aztán majdnem minden évben jövök, sőt, talán minden évben a nemzetközi ásványbőrze kapcsán. Azt is látjuk, hogy ezek a bőrzék nagyon népszerűek. A nemzetközi ásványbőrzénk mellett több bőrzét is elindítottunk. Éremgyűjtők jönnek hozzánk, volt téli sí és sportbőrzénk, és nagyon népszerű a média és zenebőrzénk. Immár harmadik alkalommal szervezzük meg, február 9-én 9 és 13 óra között. Már több mint 10 asztalunk van. Azt kell tudni, hogy itt mindenféle eszközt lehet hozni, tehát PlayStation játékot, CD-ket, DVD-ket, Xbox-okat. Azt vettük akár retro lemezeket is például, vagy régi lemezjátszókat? Nagyon sokat hoznak egyébként, például én se gondoltam, hogy a bakelit lemezeknek most milyen, tehát újra felfedezték. Reneszánsza van, igen, van. Nagyon sokan szeretik ezeket lejátszani. És hogy milyen értékesek, nem is gondolnánk. És azt vettük észre, hogy pontosan ez a média zeneből, ez a zene irányába ment el, sőt már hoznak erre alkalmas lejátszó eszközöket is, tehát akinek esetleg nincs ilyen, azt is meg tudja itt vásárolni, illetve cserélni, és nem csak vásáron cserélni lehet, hanem tájékozódni, tehát nagyon szívesen segítenek itt ezek a bőrzések, tehát ezek egyáltalán nem csak nyíregyháziak, hanem Borsodból, Hajdúból, Szolnok megyéből is jönnek ide például bőrzések. Jön a nagypapa mondjuk egy Szécsi Pál bakelittel, az unokája meg egy PlayStation, nem tudom én mivel, és akkor mindenki cserébe él, és lehet, elégedettem megy haza igen, akár, igen, vagy igen, most igen. Tippeket adtam. És mondom, ezeken a sikereken fölbuzdulva egy új bőrzét is gondolkozunk. Tavasszal várhatóan egy antik
bőrzénk is lesz, amikor antik bútorokat, antik eszközöket fogunk hozni. Ennek még nincs meg az időpontja, de ezt is tervezzük természetesen. Aztán, ha minőségről, kultúráról beszélünk, a kiállításaink jelenleg a Magyar Kultúra Napján nyitottuk meg a emeleti galéria szintünkön az idős ügyi tanács által meghirdetett Alkotó Idősek című pályázati anyag válogatását. Én ezt is ajánlom mindenkinek. Amatőr emberek, akik hobbiból, kedvtelésből alkotnak, számomra megdöbbentően sokan voltak például a megnyitón, tehát nagyon érdekli ez is az embereket, mindenkinek ajánlom, és hogyha egy nagyon csodás dolgot szeretnének megnézni, akkor hadd ajánljam, szintén a Kultúra Napján 22-én nyitottuk a Pádua termünkben, nem csak játék címmel, egy baba kiállítás, Szatmár Istvánné Borika, aranykoszorús babakészítő mester munkái, hát ez elképesztő, azt kell mondjam, minden baba egyedi. Minden baba egyedi, mindnek külön a ruháját, a testét, minden részletét ő alkotta, tervezte. Hát nekem, megmondom őszintén, illetve a látogatóknak is leesett az álluk, tehát ezt is nagyon ajánlom. Február végéig mind a két kiállítás megtekinthető. És nagyon fogy az időnk, de azért ne feledkezzünk el a városrészek házairól sem. Ott is zajlanak az események, még akár pálinka versenyre is lehet nevezni. Nem tudom, hogy ez pontosan hol lesz. Így van, és mikor. Borbányán lesz. Hadd ne soroljak fel mindent, a Kultúrás Központ honlapjára, ha felmennek a kedves érdeklődők, a Városmajorban nagyon színes programjaink vannak, Borbányán, Józsavárosban, Butykán. Tehát ha ellátogatnak a Kultúrás Központ honlapjára, megtalálják ezeket. Nagyon fontos számukra, hogy ezeken a területeken a kulturális igényt ott is természetesen kielégítsük. Más típusú rendezvények, mint bent, és még ha megengeded, annyi idő van, ugye kezdtük a színházzal, a legnépszerűbb programsorozatunkkal, Lehozzuk Önnek a Csillagokat című programsorozat. Hát itt a közeljövőben már azért nem tudok ajánlani, mert januári, illetve februári produkciókra minden jegyet eladtunk, egy márai mű lesz januárban, illetve februárban egy orlai produkció, február végén, de már minden jegy elkelt, úgyhogy aki ilyen típusú rendezvényre szeretne jönni, leghamarabb március 9-én egy Princess koncertre tud ellátogatni, ott is erőteljesen folynak egyek, és újra egy orlai produkció lesz március végén, március 31-én, ide is biztosíthatják már a helyeiket, és ez a tanulság, hogy aki szeretné ezeket megnézni, nem várhat utolsó pillanatra. A közönségnek lehet ez annyira nem jó, nekünk nagyon nagy öröm, mert egyfajta megerősítést ad, hogy meg jó programokat hozunk ide Nyíregyházára, és hogy nagyon kedvelik, szeretik a kedves vendégeink. Na hát köszönjük szépen, Szilárd, akkor summa-summarum figyeljék szerintem a honlapotokat, mert ott minden információt, telefonszámot, időpontot napra készen frissítve tudnak olvasni, illetve akár telefonon is tájékozódhatnak, akinek esetleg nincs internetes hozzáférése. Így van. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a meghívást.